Az biztos nyilvánvaló mindenkinek, hogy már egy ideje nincs szó alapos földről a csatornán, hiszen én úgy gondolom, hogy elmondtam mindazt, amit el akartam, illetve amit érdemes volt elmondani erről a témáról. Azonban időről időre felbukkan egy-egy olyan esemény, amit nem lehet szó nélkül hagyni, és ezúttal a kínai holdra szállás hoax lesz az, amit állítólag a hold sötét oldalán hajtottak végre. Feltételezem, hogy a legtöbben már értesültek erről az állítólagos eseményről, és biztos vagyok benne, hogy mindenkinek megvan a véleménye erről. Én elmondanám az enyémet ezúttal. Kína leszállt a hold sötét oldalán, erről ír a 444.hu. Ez pedig egy felvétel erről a landolásról, és nem tudom, hogy ki az, aki még ennek bedől, vagy ki az, aki ezt még komolyan veszi, de attól tartok, hogy nagyon sokan vannak, hogy milyen fajta gondolkodásmód az, azt én nem tudom, de az biztos, hogy aki ezt komolyan veszi, annak súlyos-súlyos problémái vannak a valóság megítélésével, és annak még rengeteg hátrányt kell behoznia, hogyha meg akarja érteni, hogy hogyan működik a világ. Hát eleve itt van ez a két valami, ami belóg, ezt gondolom azt az űri járművet hivatott szimbolizálni, amiről a képet készítették. Én ne haragudjam, hogy senki, de én nem tudom ezt abba hagyni a rögést. Ezen az egészen, hogy valaki komolyan veszi, hogy a hold sötét oldalára leszállunk, megpróbálom komolyan venni egyébként ezt az egészet, de ez annyira nevetséges, hogy én ezért nem is foglalkoztam már ezzel, mert egyszerűen ezt nem lehet komolyan venni, de megpróbálom összeszedni a gondolataimat erre a néhány percre. Oké, szóval most már odáig fajult a helyzet, hogy ugye készítettek ilyen kis maketteket, amiket ide belógatnak, és akkor így az emberek ugye olyan szinten vannak mára, hogy ebből ők arra következtetnek, hogy az egy valamilyen jármű, és akkor ők most pont landolnak itt ennek az állítólagos holdnak a sötét oldalán, vagy ezen a felületen. Most a kérdés az, hogy mekkora ez a terület, ahol landol, vagy milyen messziről látjuk, hogy létezik az, hogy leszállunk egy akkora nagyságú terület, mint a hold, és ilyen közel van a pereme, vagy mekkora lehet ez a kráter, meg ez a kis kő itt. Ha azt mondjuk, hogy ez fönt, ez magasból van, akkor hogy lehet az árnyék ekkora a holdon? Ha meg közel vagyunk, akkor hogy lehetünk ilyen közel a széléhez, mikor a földön soha nem vagyunk ilyen közel a szél, de hát nem is látjuk a szélét. Kilométerekre van, a holdon meg szállunk lefele, vagy ez egy hegység, ez a valami itt, vagy az űrjármű akkora, hogy ekkora árnyékot vett, olyan messziről, érthető, amit mondok, hogy lehet ilyen közel a peremhez az egész? Ezért mondom, hogy az emberek nem gondolkodnak, olyan szinten vannak az emberek mára, hogy egyszerűen bármit el lehet nekik adni. Még egy dolgot hagyd mutassak, én tudom, hogy a legtöbben nem fogják felfogni soha azt, amit mondok, nem is probléma, de az is biztos, hogy néhányan meg fogják érteni minden egyes videó után, hogy létezik az, hogy elhiszik az emberek azt, hogy ezek az országok egymás ellen vannak a politikában és a diplomáciában, és az űrben meg együtt dolgoznak, hogy létezik az, hogy minden országnak szinte ugyanaz a szimbolika szerepel a logójában, ez a vektor, a V-jel, meg ez a kör, gyakorlatilag a kanadai ugyanolyan, mint az amerikai. Ez a JAXA, ez a japán egyébként, ahol szintén a vektor van, mellesleg ez egy majdnem befejezett pentagram, egy ötágú csillag, amit ugye a pogányok használnak. Az orosz, ugyanaz az orosz űrkutatási ügynökségnek a jele, mint az amerikainak. Itt az indiai, a kínai. Itt van a nemzeti, ez pedig Malajzia, a dél-afrikai, a koreai szintén, a brazil, a norvég, ugyanúgy megtalálható ez a félhold, meg benne a napkorong, ami egy pogány szimbólum, annyiszor volt szó erről már, hogy én nem vagyok hajlandó még egyszer belemenni ebbe. Ugyanez a brazilnál, a holdsarló, benne a nap, ahogy a nap megtermékenyíti a holdat és a csillagok ennek a következménye. Az izraelinél szintén megtalálható ez a holdsarló, az iráni gyakorlatilag ugyanaz, a pakisztáni szintén, amely tartalmazza ugyanazt a koszorút, amelyet a kínai, itt a kínai, a pakisztáni ugyanaz, az orosz, mindegyik, azért mert együtt dolgoznak, az indiai. Jaj, még a magyar is itt van, hogyha valakinek esetleg szüksége van rá, de
Gána. Teljesen ugyanaz. Arról írnak egyébként 444.hu-n, hogy a gazdasági és politikai jelentősége ennek az eseménynek óriási, ugyanis egyes kutatók szerint a kráter környék ásványokban gazdag, márpedig a New York Times szerint ez akár azt is jelentheti, hogy Kína előre tehet szert a hold nyersanyagainak kiaknázásában, amennyiben ez a terv. Oké, erről már volt szó egyébként, mikor az aszteroidán landol majd az a valami, hogy az űrből. Az a borzasztó ebben az egészben, hogy az emberek ezt úgy olvassák, hogy ez a valóság, és biztos vagy benne, hogy aztán mesélik egymásnak a munkahelyen, hogy képzeld el, a kínaiak landoltak a holdon, és elkezdjük majd az ásvány kitermelést a holdon. Jaj, na mindegy. Szóval Kína ambíciója 2022-ig fel akarják bocsátani a harmadik űrállomásukat, az évtized végére pedig már a holdon szeretne működő űrállomás. Ami azt jelenti, hogy ők... Érthető, amiről beszélnek, hogy oda fognak építeni a hold túlsó oldalára egy űrállomást. Tehát valaki, még mindig most 2018-ban valaki nem érti, hogy ezek hazudnak, hogy ez az egész egy mese, és ez egy hoax. Én biztos vagyok benne, hogy igen. Csak így értve a valóságot, olyan furcsa ezt az egészet nézni, meg olvasni, meg hogy az emberek ezt elhiszik. És az a helyzet, hogy ahogy telik az idő, ismervén az igazságot, egyre bizarrabb az, hogy az emberek ebben élnek. A Marsra pedig olyan szondákat küldenek, amelyek képesek kőzetmintákat visszahozni a Földre. Hogy fog az ott landolni, és aztán onnan felszállni, és visszajönni a Földre? Nem tudom, hogy az emberek gondolkoznak egyáltalán, de úgy tűnik, hogy nem. De hagyj mutassak még egy dolgot, ez factretriever.com, ahol leírják, hogy hogyan keletkezett a hold, legalábbis mi az elmélete a legtöbb tudósnak, idézőjelbe téve tudósnak. Ez az a második pont itt, és megpróbálom lefordítani mindenkinek. Szóval arról beszélnek, hogy a hold valószínűleg úgy keletkezett, hogy egy Mars nagyságú bolygó beleütközött, és a hatása ennek az volt, hogy a különböző kőzetek, kősziklák, törmelékek kirepültek az űrbe, és ott puff, létrejött a hold ebből az egészből, ami azóta úgy kering a Föld körül, hogy meghatározza az árapály jelenséget tökéletesen számunkra, és a nappal együtt egy olyan naptárrendszert alkot, a csillagokat belevéve, ami évezredeken át óramű pontossággal működik. Mindemellett a nap átmérője 400-szorosa véletlenül ennek a holdnak, ami úgy keletkezett, hogy egy Mars nagyságú valami beleütközött, és aztán robbanásból puff, előállt a hold, ami pont 400-szor olyan kicsi, mint a nap, viszont 400-szor közelebb van, ezért a kettő tökéletesen egyformának tűnik az égen olyannyira, hogy a hold képes kitakarni a napot, és ezt mi előre ki tudjuk számolni úgy, hogy mindez egy robbanás, illetve összeütközések és véletlen események sorozataként alakult ki. És én vagyok az, aki összeesküvés elméletekben hisz, meg aki meg van őrülve. És az emberek meg azt hiszik, hogy robbanásokból, meg véletlenszerű eseményekből kialakul egy ilyen rendszer, ami tökéletesen működik évezredeken át. Meghatározza az évszakokat, egy naptárt, egy órarendszert ad számunkra, az árapályt szabályozza a Földön, az egész életet gyakorlatilag ez a véletlenszerű folyamat határozza meg, vagyis ezek a folyamatok. Így, hogy mi meg még ráadásul a kövekből kialakult dinoszauruszok leszármazottjai vagyunk, úgy, hogy közben még majmok is voltunk félúton valahol. De ha már a véletleneknél tartunk, akkor még néhányat hagyj említsek meg. Az egyik ezek közül az, hogy 366-szor forog a képzeletbeli Föld a tengelye körül egy orbit alkalmával. Az orbit ugye, amíg egyszer megkerüli a napot. Ez egy képzeletbeli rendszer, amit a legtöbb ember elhisz, ugye, ha erről beszélünk, akkor az így működik. Emellett a Föld kerülete 366%-a a Hold kerületének, és a Hold 366 alkalommal kerüli meg a Földet 10.000 nap alatt. Ez a 3-366 itt. A nap átmérője 109,2-szerese a Földének, és amikor ebben a képzeletbeli rendszerben a Föld legtávolabb van a naptól, akkor 109,2 nap férne el a Föld és a nap között. És egészen véletlenül a Holdnak a kerülete
az 10.921 vagy 20 kilométer. A Hold sarkokon átmenő kerülete egyébként 27,3%-a a Föld ugyanezen méretének. És 27,3 naponta kerüli meg a Földet. És a saját egyenlítőjén 10.920 kilométert 27,3 nap alatt forog. Sőt, hát ha valakinek nem elég még ez a véletlenekből, akkor egészen véletlenül, hogyha a Föld kerületét és a Hold kerületét összeszorozzuk, majd ezt elosztjuk 100-zal, akkor megkapjuk a nap kerületét. Itt van egy újabb érdekesség, ez 2 darab négyzetet, ha készítünk, az egyiknek az oldalhossza a nap, a másiknak az oldalhossza pedig a Hold átmérője, akkor a nap átmérőjével készült négyzet kerülete pontosan 1000-szer akkora lesz, mint a Holdé. Ezen az oldalon egyébként még számos más ilyen véletlen egybeesés található az úgynevezett bolygók és egyéb természeti jelenségek között. De ezzel most már nem fogunk foglalkozni. Az én célom az, hogy segítsek az embereknek látni azt, hogy amit a valóságról tudnak, az nemhogy nem igaz, hanem az egy színjáték, ez egy hazugság. Ezek az egész, amit a tévében, a tudományban, a médiában, a szórakoztatóiparban az emberek látnak, ez mind része a nagy színjátéknak. Ez egy hazugság, amiben a legtöbb ember él. Én próbálok segíteni, hogy azok, akik keresik az igazságot, megtalálhassák és megérthessék azt, hogy a világ egy színház, és az egész életünk egy hazugság volt. De hagyd mutassak valamit. Itt van ez az állítólagos fénykép, amit már megnéztünk korábban. Most ez a kráter vagy tényleg 180 km vagy 1800 km átmérő, de akkor mekkora ez az egész, vagy hogy lehet ekkora árnyéka, vagy ez a Hold, vagy nem tudom mi ez nagyon apró. De megmutatom a felvételeket, amik készültek erről az egész Holdra szállásról, hogy mindenki láthassa. Tessék, itt van! Megérkezett a centrifuga, meg ez az alumínium fólia, kreálmány landolt a Holdon. Már mindannyian látunk 1000-szer ilyen videókat, úgyhogy fölösleges megmutatni. A másik, amit szeretnék mondani, az, hogy anélkül, hogy túlságosan grafikus lennék, a rakéta egyébként nem más, mint az ősi pogány fallosz imádatnak a mai továbbélése. Ezek nem mennek sehová ezek a rakéták. Szépen bele a tengerbe, ide-oda, de nem juthatnak ki a kupolán kívülre, ami körbeveszi a Földet. Én tisztában vagyok azzal, hogy a programot nehéz az embernek legyőzni. De ha valaki nagyon akarja, akkor annak sikerülni fog. Ha valaki az igazságot keresi, akkor az el fog jutni oda. És akkor nem fogja többé nézni ezt a fallosz imádatot, meg az animációkat, hogy mi landoltunk a Hold sötét oldalán, amire semmi bizonyíték. Ez a bizonyíték rá. Gondolja már bele mindenki, hogyha én azzal szeretnék bizonyítani bármilyen állítást is, hogy valami ehhez hasonló szánalmas dologgal előállok, hogy ez a bizonyíték rá, hogy én elértem valamit is. És ez a bizonyíték arra, ez egyszerűen elképesztő. Gondolkozzon már el mindenki azon, hogy mi is az, ami... Ez egyébként az 1969-es hoax, amikor állítólag Gagarin, vagy mit tudom én ki, ott járt az űrben, vagy a Holdon, a bánat tudja, de mindegy is. Ezek a bizonyíték, ez az, amiben az emberek hisznek. Ez a lábnyom, ezek a nagy propaganda jelenetek, meg a szlogenek, ezért hiszik el az emberek. A programozás az, ami miatt mindenki hisz ebben az egészben. Nem az, hogy a valóság ezt támasztja alá. A valóság ennek az ellenkezőjét támasztja alá. Ezek a színészek, akik ott vannak, ez a napnál világosabb, hogy ezek az emberek megjátszák. Ez hazudnak reggeltől estig. Ez a szakmájuk. Ebből élnek, hogy hazudnak. Olyan szintre butították le az emberiséget, hogy bármit elhisznek az emberek. 2 év múlva Trumpnak már űrhadserege lehet. Erről ír a 24.hu. Ez egyszerűen szánalmas, azt kell, hogy mondja. Vannak dolgok, amik sajnálatosak, hogy ekkora a tudatlanság a világban, és hogy mindannyian egykor ebben voltunk. Viszont a másik oldala az, hogy azért bizonyos dolgok szánalmasak. És az űrhadsereg, az, hogy Kína holdbázist épít, hogy mi el fogunk jutni majd a Marsra, meg ott fogunk élni, meg rakétákat lövöldözünk 0 bizonyíték alapján, az azért szerintem a szánalmas kategória. És közben ilyeneket lehet hallani, amiről Jim Bridenstine beszél, lejátszom mindenkinek, hogy hallja a saját fülével. And go to the next step, for a permanent presence on and at the moon. Next step. For a permanent presence on and at the moon.
hogy egy állandó jelenlétünk legyen a Holdon, illetve annak környékén. Hát nem is tudom, szó se jut az ember néha. És akkor hogy egyezteti össze ezzel, amit hallottunk, azt, amit most fogunk hallani, az az embertől meg, aki azt gondolja, hogy ő egy beszélő majom és hozzáragadt egy gömbhöz. Hallgassuk meg, hogy Dom Petit mit mond, aki mellesleg egy NASA astronauta idézőjelben állítólag. I'd go to the moon in a nanosecond. Azaz, egy nanoszekundum alatt én visszamennék a Holdra, de... The problem is we don't have the technology to do that anymore. We used to, but we destroyed that technology. Hogy már nincsen meg a technológia, mert elpusztítottuk azt a technológiát. And it's a painful process to build it back again. És ez egy fájdalmas folyamat, mire ezt visszaépítjük. Hallgassa meg mindenki, ahányszor akarja, engem nem érdekel, de hogy lehet az, hogy ez az ember ezt mondja, az előző ember meg azt mondja, amit hallottunk. De nézzük, hogy még mit mond. Ezért mondom azt, hogy bármit mondhatnak, az emberek olyan szintű ostobaságban és tudatlanságban élnek, hogy nem fogják fel, amit hallanak. Nézzük. Yeah, but going to Mars should be one of the next series of steps that humans do. Hogy a Mars utazás lenne az első és legfontosabb lépés egy lépés sorozatban az emberiség számára. Hát, hogyha nem tudunk eljutni a Holdra, akkor hogy fogunk eljutni a Marsra? Azt mondja, first step should be going back to the moon. Hogy akkor először nyilván vissza kéne jutnunk a Marsra. For a number of technical reasons and exploration reasons. És mindenre a bizonyíték a számítógépes animációk és egy aranyszínű fóliával borított centrifuga, és az emberek rám mondják azt, hogy összeesküvés elméletekben hiszek, meg utána kéne néznem, hogy a tudomány mit mond. Itt van, amit a tudomány mond, azt mondja, hogy nincs meg a technológia, hogy visszamenjünk a Holdra. Mindeközben a másik videóban a karakter már arról beszél, hogy ők egy napelemes Hold szondát készülnek majd fejleszteni, ami ott fog körözni a Hold körül, és akkor lehetőségünk lesz arra, hogy megfigyeljük ezt az égi testet, vagy nem is tudom, hogy ők minek hívják már ezt. Itt van erre a bizonyíték. Számítógépes grafikák, sehol egy fénykép, semmiféle felvétel, még csak videó sincs, ami azt bizonyítaná, hogy ott voltunk, azon kívül, amiket az úszodákban összehozna. Meg amiként mindenféle szürke pacákat látunk. Ha akarom, le tudom fényképezni a telefonommal egy szöcskének a belső fülét, ennek ellenére ők ott vannak a Holdon, és nem képesek összehozni egy rendes videót arról, vagy egy állandó közvetítést. Az egész csak számítógépes grafikák, minden mennyiségben meg hazugságok és összefüggéstelen, logikátlan kijelentések. Itt van még egy újabb számítógépes grafika. Hogy létezik az, hogy nincsen semmiről felvétel? Hogyha itt vagyunk, ha ezt lehetővé tette a technológia, akkor miért animációkat látunk folyamatosan mindenről állandóan? Azért, mert ez nem létezik csak az emberek fantáziájában. Mellesleg ez az, amit egyébként Dom Petit el fog mondani ebben az interjúban. After that, Mars, maybe a high orbit in a Venus atmosphere, maybe... Újabb animációk és rajzok, meg mindenféle karikatúrák, meg grafikák, de egyetlen felvétel, semmiről sincs soha felvétel, minden csak grafika. Going to Europa, there's all kinds of... Mellesleg akkor most így vannak az összes égitest egy vízszintes pályán kering, vagy össze-vissza keringünk? Mert hogyha össze-vissza keringünk mind a három dimenzióban, akkor hogy létezik az, hogy mindig ezt mutatják nekünk? Hogy is lehetne ilyen az egész univerzum az alapján, amit mi látunk? Minden vízszintesen kering, függőleges mozgás nincs, meg mélységi mozgás, ha pedig úgy van, akkor hogy lehet az, hogy mindig ugyanazt látjuk? Ezek azok a kérdések, amiket az embereknek fel kellene tenni maguknak. Mellesleg visszaérkeztünk ugyanahhoz a szimbolikához, azért, mert a világot uraló és irányító elit nap imádatot folytat, nap kultusz, ami minden pogány hagyománya. A világ tudatlanságában és ostobaságában ők azonban tudatosan ezt teszik, hiszen az ellenség az, aki vezérli őket. Ezért láthatjuk mindenhol a kört és benne a napot. Az összes űrkutatási ügynökségnek ez volt a jele. Nem véletlenül ez az idézőjelben tett istenség, akit őt szolgálna. Ezért a mindent látó szem megjelenik mindenhol. Targets to go to places of interest in our solar system.
Úgy elmondta a folyamatot, hogy hogyan is lenne ez, hogy eljutunk először ide, oda, oda, aztán meg távolabb a naprendszerben. De nézzük, hogy mi az, amivel befejezi, mert ez a legérdekesebb szerintem. The only limit to a human future is in our own imagination. The only limit to a human future is in our own imagination. The only limit to a human future is in our own imagination. Pontosan így van. Azért, mert ez az egész az emberek képzeletében létezik. Csak azt mondja, hogy az egyetlen határa az emberiség jövőjének a saját képzelő ereje. Hiszen az egész űrkutatás nem más, mint valakinek a képzelete. Többnyire azok, akik kitalálják ezt a rendszert. Természetes, hogy számtalan ember részt vesz ebben, hogy aztán elhitessék a lakossággal. Egyébként ez, amit látunk most, lejátszok egy kis részletet belőle, ez sem egy felvétel, ide van írva, hogy a NASA tudományos vizualizációs stúdiójának a terméke. Azaz még ez sem egy videófelvétel. Mert nincsen videófelvétel semmiről. Animációk vannak, meg rajzok, grafikák, meg ilyen szánalmas próbálkozások, mint amiket a képernyőn láthatunk most. Rengeteget beszéltünk már erről a témáról, azonban ez egy nagyon fontos dolog, hogy az ember megértse, hogy hol is él valójában. Hogyan is lehetne eljutni az igazságra úgy, hogy valaki azt sem tudja, hogy hol él? Biztos vagyok abban, hogy akit Yahuwa, a teremtő hív magához, annak tudást, bölcsességet és értelmet fog adni, hogy szépen lassan felismerje a hazugságot, amely mindannyiunkat körbevesz, és eljuthassunk majd az ő világosságába a végén. A többieknek pedig hamarosan felépül majd a bázis, a sötét oldalon amúgy is. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, halleluja és shalom!